Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Az Európai Uniót nem csak mint gazdasági, pénzügyi, hanem mint értékközösséget is kell figyelem vagy gorcső alá venni. Egyebek mellett ezt tartalmazza 11 uniós külügyminiszternek, az úgynevezett jövőcsoport tagjainak a dokumentuma. Ez alapján figyelnék az országokat, hogy vajon az alapelveket nem sértik-e meg. Demokráciát, emberi jogokat, tehát ezeket az alapvető értékeket, amelyeket az unió összes tagországa vállalt, mármint hogy annak tiszteletben tartását. És hogyha úgy állapítanák meg, hogy ezt megsértette valamelyik ország, akkor bizony szankciót is alkalmazhatnának. Kovács László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez az ötlet nem azonos a kötelezettségszegési eljárásokkal, hiszen ott is gyakorlatilag ezekről az elvekről van szó, még ha konkrét példákból vezetik le ezeknek a meglétét vagy sérülését. Hát itt is gondolom konkrét példákból indulnának ki a jövőben. De mégse azonos, és ezt Magyarország esetén pontosan be lehet mutatni. Amikor a médiatörvény ügybe kezdődött a vita az Európai Bizottság és Neelie Kroes asszony, aki a médiáért felelős biztos, és a magyar kormányzat között, akkor tulajdonképpen végül is leszűkült a vita négy konkrét ügyre, négy valami megfogalmazásbeli különbség volt, technikai módosítás, ezt a magyar kormány elvégezte, és Neelie Kroes, aki nekem ugye 5 évi kolléganőm volt, és kifejezetten jó kapcsolatban voltunk, egy brüsszeli látogatásom alkalmával elmondta azt, hogy ő csak később jött rá, hogy ez a négy változtatás, ez az alapvető problémákat nem oldja meg. Erre később jött rá? Igen, hát mert nem ismeri azért, most hát látom az arcán, hogy csodálkozik, de azért hát igen, ne feledje, mert, hogy ezek az európai politikusok, ezek egy más rendszerbe szocializálódtak. Jó, de hát Neelie Kroes volt az, aki hosszú heteken, vagy talán hónapokon keresztül tanulmányozta a magyar médiatörvényt, tájékoztatást kért, választ kapott, választ írt, tehát nem egy felületes olvasás után mondta azt, hogy kérek négy technikai módosítást, majd utána azt mondta, most látom, hogy hát ebből sokkal súlyosabbak is vannak. Ő egyébként azt mondta, erre is emlékszem, hogy vizsgálódnának, és lenne még hozzászólásuk egyes tételekhez is, és inkább elvekhez, csak egész egyszerűen nincs jogosítványuk. Nincs, mert nincs konkrét szabály. Jogosítványuk ehhez a négy technikai kérdéshez volt. Hát tulajdonképpen ugye sehol olyan szabály nincs leírva az Unióba például, hogy a média hatóság és a média tanács, mint két külön testületnek nem lehet ugyanaz az elnöke, ez nem lehet a kormányon lévő pártnak egy korábbi parlamenti képviselője, politikus, vagy sehol nincs leírva, hogy mondjuk a magyar bírósági szervezet vezetője az nem lehet egy másik magyar politikus felesége, vagy legalábbis nem ízléses, és így tovább. De egyébként ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr gyakran példálózik azzal, hogy mennyivel demokratikusabb a magyar rendszer, ahol a parlament kétharmaddal választja meg bizonyos tisztségekre a vezetőt, míg például Angliában a BBC elnökét egy miniszter nevezi ki. Csak az a miniszter nem egy pártkatonát nevez ki, nem a rokonát nevezi ki, vagy egy kollégájának a rokonát, hanem egy szakembert nevez ki. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy ki nevezi ki, hanem hogy kit nevez ki. Na most Neelie Kroes is rájött erre, és Barroso elnök is rájött arra, hogy itt sokkal mélyebben van a probléma, hogy itt van egy nagyon pontosan kidolgozott haditerv arra, hogy minden közpolitikai posztot el kell foglalni, minden intézményt el kell foglalni, amit nem tudunk elfoglalni, azt leromboljuk, vagy ellehetetlenítjük. Ugye annak idején, mikor az Alkotmánybíróság hatáskörét korlátozták. És én emlékszem számomra egy fordulópontot azért, mert mikor Barroso elnök azt mondta egy európai parlamenti ülésen, hogy nem csak a konkrét jogszabályokat fogjuk számon kérni, hanem a szellemiséget. Na ez volt a fordulat. Ha úgy tetszik, az Orbán kormány érdeme az, ők biztos nem tartják annak, hogy fölhívták a figyelmet, hogy a konkrét szabályokat nem is muszáj megsérteni, azokat ki lehet kerülni, ha arra nincs konkrét szabály, hanem a szellemiséget kell, azt kell figyelni, hogy azt ne sértse meg egy tagország. Hát a Die Welt azonnal azt írta, hogy ez egyáltalán azért fordult meg most bárkinek a fejébe magas uniós vezetői szinten, hogy ezzel megregulázzák Magyarországot és Romániát. És Romániát, így van. És azért hagyd mondjak egy különbséget, nem akarom Viktor Pontát védeni.
csak az ténykérdés, hogy ő másképp reagált, amikor az Európai Bizottság nagyon kemény kritikát fogalmazott meg, ő meghajtotta a fejét, tudomásul vette, azt mondta, hogy jogos a kritika, nem azt mondta, hogy semmi köze hozzá, senki nincs abban a helyzetben, hogy előírja nekünk, hogy milyen törvényeket fogadjunk el, és az Unió ne gyarmatosítsa Romániát, és így tovább, hanem azt mondta, hogy igen, jogos a bírálat, következő héten elutazott Brüsszelbe, meghallgatta a konkrét kritikát, és azt mondta, mindent orvosolni fogunk, és meg is csinálták. Azért ez egy nagy különbség. Hát csomó mindent mi is orvosoltunk, tehát ha hát kötelezett... Ilyen, mint az a négy. Hát ha ezt kérték, akkor ezt módosítottuk. De hát a kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban, vagy akár a Magyar Nemzeti Bankot érintő törvény módosítással kapcsolatban is, hát kis idő kellett hozzá, az tény, amíg táncoltuk ezt a bizonyos egy oda, egy vissza pávatáncot, de aztán végül módosítottuk. Na jó, de most akkor fordítsuk meg a dolgot. Mi értelme van egy olyan vitának, ahol végül X hónap után beadja a derekát a kormányzat, noha lehetett tudni, hogyha az IMF-fel, illetve az Európai Bizottsággal és az IMF-fel hitelmegállapodást akar kötni, most mindegy, hogy erre mennyire van szükség, a pénzre vagy magára a hálóra, akkor nincs más lehetőség, mint engedni. Na most az előbb említette a kötelezettségszegési eljárásokat, ugye az változatlanul akkor áll, hogyha konkrét szabálysértés, kötelezettségszegés történik. Itt meg alapelvek megszegése történik. Na most, tehát ez egy kiterjedtebb dolog. A 11 külügyminiszter, én egyébként gondolkoztam azon, hogy talán Magyarország korábban, amikor úgy tekintették, én emlékszem az első külügyminiszterségem alatt, amikor még csak csatlakozni kívánó ország voltunk, és nagyon gyakran velünk példálóztak. Aztán emlékszem a Megyesi, ez a Horn kormány időszaka volt, emlékszem a Megyesi kormány időszakára, ahol nagyon eredményesen tudtuk lezárni a tárgyalásokat, és akkor Magyarországot mindig pozitív példaként emlegették. Arra gondoltam, hogyha akkor lett volna egy ilyen Future of Europe, Európa jövője munkacsoport, abban Magyarország benne lett volna. Ebbe föl sem merült, hogy Magyarországot bevegyék, Lengyelországban benne a térségből. És ez a 11 külügyminiszter most megfogalmazta azt, hogy az alapelvek megsértését is szankcionálni kell. Tulajdonképpen úgy néz ki a dolog, hogy a bizottság, ha fölmerül a gyanú, hogy itt valami baj van az alapértékekkel, akkor vizsgálódik, akár kiküld egy vizsgálóbizottságot is. Ha látja, hogy komoly a probléma, akkor fogalmaz egy ajánlást, ez bekerül az Európai Tanács, tehát a miniszterelnökök tanácsa elé, és azok hivatottak arra, hogy megregulázzák azt az országot, tehát felszólítsák, hogy fejezze be ezt a gyakorlatot, mert ha nem, akkor jönnek a szankciók. Tehát most a szankciókat ugye nem fejtették ki a külügyminiszterek, a Die Welt tovább ment, mondjuk nem nehéz ki talán, milyen szankciók lehetnek, uniós források megvonása. Csak ez meg már olyan nagyon rossz szájízű. Jó, a demokratikus alapelveket megsérteni, az is nagyon rossz szájízű. Hát legalább olyan rossz szájízű. De az, hogy hát úgy véljük, hogy itt nem tartottátok tiszteletben ezt, hogy azt az alapértéket, akkor kisfiam, nem kapsz zseppénzt. Tehát, hogy ez ilyen... Na de hát, ha más mód nincs, egyébként ugye az az egészben az ellentmondásos, hogy én emlékszem ugye a magyar csatlakozási folyamatra, mert részese voltam. Éppen én voltam a külügyminiszter, mikor megnyitottuk, és akkor is én voltam, amikor lezártuk másodszor. És emlékszem, hogy mennyi munka volt abban, hogy bizonyítani tudjuk, hogy teljesítettük a csatlakozás feltételeit. De nem furcsa, hogy egy országot nagyítóval néznek, hogy bekerülhet-e, és amikor már benn van, akkor meg mindent fölrúghat, és azt csinál, amit akar, és nincs eszköz, amivel megfékezzék a rombolását. És hagyd mondjak egy személyes élményt. Nem olyan régen voltam Brüsszelben, meghívott egy olyan konferencián, ahol 10 volt államfő, miniszterelnök és külügyminiszter, mind baloldali politikus volt meghívva, és ott arról beszéltünk, hogy Európa is a világ viszonya, arab tavasz például. És ott az egész vita a körül forgott,
hogy nagyon sok térségben elvárják, hogy az Európai Unió vegyen részt nem a válság kezelésbe csupán, a válság megelőzésében. De hogy tud ebbe részt venni? Úgy, hogy ha azt az értékrendet, ami a demokrácia, az emberi jogok, a szabadságjogok, a sajtószabadság és a többi tiszteletben tartását jelenti, ha ezt, mint példát sugározza, mondjuk az arab világra, Afrikára, más kontinensekre. Na de hogy tud példát mutatni az az unió, ahol két tagállam, vagy egy, vagy öt, vagy akárhány tagállam ezeket megsérti? Tehát ott is fölberült az, hogy igenis valamilyen módon szankcionálni kell, ha már magukban nincs annyi lelki erő, hogy ne csináljanak ilyesmit. Hát a lelki, ja, hát aki csinálja, abban nincs lelki erő, mert azért magas hőfokon nagy lelki erővel tiltakoztak sok minden miatt sokan ebben az országban, akár a médiatörvény, akár a igazságszolgáltatási reformját vesszük sorra. Na, nézzük tovább ezeket a bizonyos demokratikus alapelveket, nem csak az uniós külügyminiszterek aggódnak az unión belüli demokratikus tagállamok elvei miatt, hanem a washingtoni külügyminiszter helyettes is aggódott, kimondott a Magyarország miatt. Ő úgy fogalmazott, hogy hát szövetségese nyilván Amerika közép-európai országoknak, és Washington nem ijed meg attól, hogy a demokratikus elvek előmozdítása és megvédelmezése iránti kötelezettségükre emlékeztesse partnereit. Na aztán jól emlékeztettek is minket az eribaltás ügyében. Igen. Na most ugye ilyenkor, ha jól emlékszem, akkor Szijjártó Péter volt az, aki hazajövet elmondta, de lehet, hogy aki utána volt kint talán, aki a nemzetközi kommunikációért, Gyirószász András, most nem tudom kettőjük közül melyik mondta. Gyirószász kormányszóvivő, de akkor lehet, hogy Kumin Ferenc, nem tudom. De lehet, hogy a Kumin Ferenc, nem tudom. Az a lényeg, hogy azt mondta, hogy hát tulajdonképpen mennyire dicsérték a mi afganisztáni szerepvállalásunkat. Na most a két dolog egymástól teljesen független, tehát a baltás gyilkos az el lett baltázva. És arra nem válasz az, hogy de az afganisztáni szerepvállalásunkat meg dicsérik. Milyen jók vagyunk. Igen. Na most hagyd mondjak itt valamit, hogy amikor azt mondja a magyar kormány, hogy ő a nemzetközi jog az Európa Tanácsi Egyezmény szellemében járt el, igazat mond. Mert valóban ott az egyik, illetve az egész egyezmény arról szól, hogy ha a két ország megegyezik egymással, akkor az ítélet végrehajtását át lehet adni az állampolgárság szerinti országnak. Igen, igen, erről beszéltünk. De Azerbajdzsán is a nemzetközi jog szerint állt el, mert ő ennek az egyezménynek egy másik pontját, az hogy elnöki kegyelmet is így gyakorolhat. Mind a kettő így járt el, az eredménye mégis egy botrányos helyzet. Az érdekes az a mondat, amit a külügyminiszter helyettes mondott, hogy nem elégítették ki, mármint hogy az Egyesült Államokat, azok a válaszok, amelyeket Budapesttől és Bakutól az örmény katonatársát 8 évvel ezelőtt megölő férfi kiadatásával kapcsolatban kaptak, tehát és csalódottságát fejezte ki változatlanul. Igen. Tehát akkor szó nincs arról, hogy az a egymondatos válasz, ami a magyar kormány, vagy akár a külügyminisztérium, vagy az igazságügyi minisztérium részéről elhangzott már többször is, hogy mi az Európa Tanács Egyezményének megfelelően jártunk el jóhiszeműen. Tehát nem igaz, hogy ezt akkor ezek szerint mindenki elfogadta, és azt mondja, hogy fú, Azerbajdzsán a hibás. De hát még az Azerbajdzsán nagyobb hibát követett el, mint rendben, Magyarország, de még az Európai Parlament lehetővé. De még az Európai Parlament is elfogadott egy határozatot, és mindenki azt mondja, hogy mi jóhiszeműen jártunk igen. el. Akkor hagyd mondjak ehhez egy adalékot. Az Európai Parlament egy csütörtök délutáni ülésén, ahol állítólag 70-en voltak jelen a 750-ből, vagy 735-ből, nem tudom most mennyi a létszám, tehát a 10%-a se volt jelen, ezek elfogadtak egy határozatot, amiben elítélték Azerbajdzsánt jogosan, mert az elnök, hogy kegyelmet adott, az egy abszolút tisztességtelen lépés volt, és azt mondták, hogy Magyarország meg az európai egyezmény szerint járt el. Ez egy néppárti előterjesztés volt, nem? Ez egy néppárti előterjesztés volt, most ugye, hogy milyen véletlenek fordultak elő. Nagyon ügyesen dolgozott a Fidesz. Súrján László elnökölt ezen az ülésen, aki fideszes politikus. Söprin György írta a határozati javaslatot, fogalmazta a határozati javaslatot, és ebbe belekerült az a mondat, hogy Azerbajdzsán írásos garanciát adott, na, ez kerül elém, akkor én is megszavazom, de Azerbajdzsán nem adott írásos garanciát. És ott voltak 700-ból 70-en? Igen. Tehát meg lehetett tehát volna jó időben kérdőjelezni, lehetett meg lehetett volna kérdőjelezni, hogy egyáltalán határozott képesség hol van, de én megint a tisztességtelenséget abban látom, hogy a magyar
kormánypárt egyik egyébként tiszteletre méltó professzor képviselője, Söplin György, képes leírni azt a mondatot, hogy írásos garanciát adtak. Söplin György, aki Angliában él, talán ott is született, pontosan tudja, hogy az a szöveg, angol nyelvű szöveg jött, hogy we inform you, az nem azt jelenti, hogy garantálunk bármit, hanem hogy tájékoztatjuk önöket az azeri gyakorlatról. És ebben az elnöki kegyelem nem került említésre, ez nem volt semmiféle garancia, ez egy tájékoztatás volt. Viszont hivatkozási. Ilyen sebekből vérzik ez a bizonyos hivatkozás, hogy az Európai Parlament is nekünk adott, mondják, igazat. Nem ad így, hogy félrevezették, és így adott igazat. Tehát akkor aggodalmak vannak még ezzel az üggyel kapcsolatban is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.